Az Arany János utcában álló épület onnan kapta a nevét, hogy 1858 és 1860 között itt lakott Budenc József német származású kiváló finnugor kutató, a magyar összehasonlító nyelvészet megteremtője. A ház maga azonban korábbi építésű, amit biztosan tudunk, hogy jellegzetes cof stílusú homlokzatát 1781-ben nyert el, ez az évszám a kapuzat záró kövében ma is látható. Alapjai még régebbiek, a kutatások szerint már a kora középkorban is megvoltak, amit a tatarozás során előkerült 13. századi kút is bizonyít. Az 1781-es végleges kialakítás előtt a házat többször is átépítették, múzeumként 1969 óta működik, ebben az évben nyílt meg benne ugyanis az Ibl Ervin művészettörténész hagyatékából létrehozott állandó kiállítás. Ibl Ervin, aki az olasz középkori és korai reneszánsz szobrászat egyik legkiválóbb magyar ismerője volt, 1962-ben kelt végrendeletében Székesfehérvár városára hagyta jelentős családi és képzőművészeti gyűjteményét. A hagyaték egyrészt a család 18-19. Századi bútoraiból, családi képeiből és dísztárgyaiból áll, másrészt Ibl Ervin képző és iparművészeti magángyűjteményéből. Az anyagban megtaláljuk Csók István, Vaszari János, Rudnai Gyula, Bernát Aurél, Szőnyi István, Ferenci Noémi, Abba Novák Vilmos festményeit, grafikáit, valamint Vedres Márk, Fémes Bek Vilmos, Bekő Fülöp, Medgyesi Ferenc, Páczai Pál, Ferenci Béni, Boros Miklós szobrait, érméit. A földszinti két terem a 19. század egyik legnagyobb formátumú magyar építésze, Ibl Miklós és a hagyományozó Ibl Ervin emlékét idézi. Az első szobában Ibl Ervin egykori bútorai láthatók, a második szobában Ibl Miklós hatalmas méretű szekrénye, melyben az építész a tervrajzait tárolta. Az emeleti első szoba berendezése jobbára a 18. századból származik. Legfőbb ékességei a szépen kidolgozott oltárszekrények, valamint a gazdagon díszített rokokó asztal. A második szoba a 19. századba kalauzolja a látogatót szekreterrel, rózsafaborítású asztallal, nádazott székkel. A falakon többnyire az Ibl család tagjait ábrázoló képmások függnek. A harmadik szobától kezdődik és a hatodikig tart a tényleges Ibl gyűjtemény, melyben zömmel a 20. század elejéről származó képek és kis plasztikák szerepelnek, utóbbi kimondottan jelentős anyag. A század elő művészeinek figyelemreméltó alkotásai és a korszak művészeti gondolkodásának irányvonalának egyfajta összefoglalása várja itt a látogatókat, különféle technikákkal, különféle témákkal és a legkülönbözőbb művészi üzenetekkel találkozhatnak a korszak szerelmesei és mindazok, akik kíváncsiak az itt látható alkotásokra. Érdemes tehát mindenképpen ellátogatni a Budenc házba, ha másért nem, hát azért, hogy ismét tudatosítsuk magunkban. Soha nem szabad, csak a külső alapján ítélni. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.